Sziasztok! Nagyon hideg van, emiatt már előkerült a téli kabát nálam is, bár most elkezdett szerencsére sütni a nap. Egyébként itt vagyunk Aszód állomáson, és azért jöttem, hogy kipróbáljam ezt a vadonatúj járatot a 77-es vasútvonalon, ugyanis 13 éve volt rajta utoljára személyforgalom, addig igazából csak tehervonatok használták, most viszont a december 11-i menetrendváltással újra élet ez a vonal, mint személyszállítás, és újra lehet rajta közlekedni. És tudom, hogy már nagyon sok vlogger kint volt, láttam nagyon sok fotót, hogy valaki már hajnali 4 órakor itt állt, és majdnem, hogy bepisílt az örömtől, hogy végre utazhasson az első járattal, de hát vannak olyan emberek, akik dolgoznak, és nem érnek rá ilyenekre, mint például én, akinek csak ilyenkor van ideje eljönni, és szerintem egy fecske kocsiból sokkal jobb lesz majd filmezni a vonalat, mint egy flörtből az üvegfal mögül, úgyhogy hétköznap van, ilyenkor fecske kocsik járnak. Igazából már látjátok, bent is áll itt a kettes vágányon, gyakorlatilag 2 fecske kocsi, egy vezérlő kocsi, illetve mögötte egy szili lesz a mozdonyunk, bár ugye most a vezérlő kocsival fogunk felmenni Vácig, és ha jól tudom, akkor Vác Kisújfalunál meg fogunk állni, ahol eddig nem állt meg vonat, viszont Kisnémedi állomást ki fogjuk hagyni, és hallottam olyan kommenteket is ezzel kapcsolatban, hogy hát oda tök fölösleges megálló, mert messze van a településtől, hát szerintem meg egyáltalán nincsen messze a településtől, Vácharttyánhoz igenis közel van, tudom, mert lesétáltam még azt hiszem a múlt hónapban, és már akkor tervben volt az, hogy kipróbálom majd ezt a új vonalat, amikor elindul, illetve ugye most kipróbáltuk a Mátra Interrégiót is, úgyhogy flörtöztünk egy picikét. Én azt vettem észre, hogy a Mátra Interrégióra kerültek át a flörtök, illetve az Agria Interrégióra pedig kisszek kerültek, bár ez sem helytálló, hiszen láttam a gyöngyösi híreket is, hogy a Mátra Interrégión is járnak kisszek, tehát büszkén kirakták, hogy volt Egerben is, illetve volt Gyöngyösen is a KISZ már, úgyhogy szerintem ezek felváltva közlekednek. A menetrendet nem tudom, hogy elvettek-e az Agria Interrégióból, és abból lett-e a Mátra Interrégió. Én úgy néztem, hogy ezek felváltva közlekednek, tehát én valószínűsítem, hogy amit elvettek az Agria Interrégióról, azt áttették a Mátra Interrégióra. Ami még egyébként érdekesség, hogy a kijelzőn ugye nem a Mátra IR jelölés jelenik meg, hanem az IR 85-ös, hiszen a 85-ös vasútvonalról beszélhetünk. Illetve ugye hivatalosan az Agria Interrégió is IR 87-es, vagyis bocsánat, igen, IR 87-es, bár ugye ez sem igaz, mert a 87-es vasútvonal az gyakorlatilag Egertől Szilvásváradig tart, és az pedig a 87A vonal, tehát az IR 87 megjelölés az nem igazán helytálló, bár ugye így jelöli a flörtben is, hogy átszállhatnak az IR 87-es járatra. Na mindegy, ennyi volt a kielemzés ennek. Akkor vegyük meg a jegyet, és akkor irány Vácnak, próbáljuk ki, hogy milyen ez az új vonal. Na és akkor fel is szállunk ide a fecskére. Kent itt volt egy nézőm is. Nem sejtettem volna, hogy ilyen helyen is találkozunk. Rám is köszönt. Már nem tudom, hogy honnan előnyösebb, innen, vagy még egy eladér, de tökéletes lesz. Hát szerintem ide beülünk, innen pont
jó snitteket lehet gyártani, mondjuk pont innen a 4-esből, és le is van nyitva az ablak, úgyhogy tökéletes lesz. Csak a kaller ne szóljunk ránk, így kilógatjuk a telefont. Na és akkor már csak kevesebb, mint 10 perc van az indulásig. Most tértünk rá a 78-as, illetve a 75-es vasútvonal közös szakaszára, tehát már elhagytuk a 80-as vasútvonalat. Haladunk szépen először Balgamácsa irányába, 78-asan együtt, és majd onnan külön válunk, tehát onnan kezdődik közben a 77-es vasútvonal egészen Vácrán tótig, ahonnan bekapcsolódunk majd a 71-esbe. Wow, errefele még nem jártam, mert amikor szerettem volna jönni a BZ-vel, akkor emlékeztek rá, leszálltam, mert hát tele volt ilyen kisebbségi emberekkel. De most szerencsére több normális emberek utaznak, mert nincsenek is emberek. Gyakorlatilag egy-kettő utas van, de azok is külön szeparálva. Szerintem ide bőven elég ez a fecske inga. Furcsa itt nem BZ-vel jönni, hanem fecskével. Stabilizátor is nehezen bírja az ellenszelet, úgyhogy hát az ére meg a kép, pedig rajta van a stabil. Látjátok, most nem tömeg például. Ha kirakom, akkor így rángatja a telefont. Van azért sebesség itt. Én azt hittem, hogy ilyen 40-nel 30-al fog döcögni, de szerintem megvan a 60 km per óra nagyjából, vagy akár a 80, és nem tudom így hirtelen megtippelni. A fülört az mondjuk annyiból szerencsésebb, hogy az kírja a TRT monitoron. Most jön majd ez a pont, ahol leválunk a 78-as vasútvonalról. Hát ez egy, tényleg egy remek dolog, hogy megvan a hangulata ennek a vonalnak. De az alapjelzőknek van a tekerő sorokoknak. Romos épületek is. És aha, most fog majd lassan lecsapkozni. Van is egy alapjelző.
azért itt próbáljatok meg megváltani a jegyeteket. Se jegypénztár, se váróterem, hiszen konkrétan be van falazva. Itt vagyunk Váckisújfalunál, és most jön Kisnémedi, amin át fogunk haladni, ami egy nagy hiba szerintem. Mert én már lesétáltam, és tényleg nem haltam bele. Főleg aki vidékre költözik, higgyétek el, gyerekek, az nem fog belehalni egy 5 perc sétába. Sőt, azok még annak fognak örülni, hogyha megállott valami a közelben, és hogy nem volánbusszal kell bemenni Vácra. Én például utálom a volánbuszt. Bár az lehet, hogy kényelmesebben megáll a lakás előtt, de szerintem egy nagy hiba. De hát mindenki dönts el maga. Kisnémedi, és nem láttam már a kiskutyust, lehet, hogy már bezárták a kis kertbe, pont azért, hogy ne szaladgáljon ki. Hát ne is legyen baj annak a kiskutyának, mert nagyon összebarátkoztunk, és nagyon cuki volt, úgyhogy remélem, hogy vigyáznak rá továbbra is. Most már lassan Vácra útnál vagyunk. Ebben csatlakozunk a 71-es vasútvonalba is, vége a 77-es vasútvonalnak. Hát ez ilyen rövid, gyerekek. Pont most csatlakozunk be ide a 71-es vasútvonalba, a Vácrátódhoz, és ha jól láttam, mint hogyha nem üzemelt volna az előző útátjáróban a fényjelző. Úgyhogy, de szerencsére az autósok nagyon jól figyeltek, illetve a vonat is lelassított. Nagyon kis sebességgel haladtunk át. Legalábbis én így vettem észre, aztán lehet, hogy rosszul láttam. És vagyunk már Vácrátódnál, szintén a lapjelzős. És ha jól tudom, most már a 71-es veresi vonatok nem állnak meg itt, de a 77-es az kiszolgálja. Úgyhogy akik itt élnek, azoknak most jó ez a fejlesztés. És igazából innentől már nincs mit igazán mutatni, mert a 71-esen megyünk végig Vácig, ami érdekes, hogy ha jól tudom, Vác alsóvárosban nem fogunk megállni. Meg is érkeztünk Vácra, úgyhogy kipróbáltuk ezt az új 77-es vasútvonalat. Én azt mondom nektek, hogy olyan szempontból megéri, hogy Váckisújfalu most már ki van szolgálva, szintén vonatokkal, illetve Vácról is könnyebben elérhető Galgamácsa, nem csak Aszódról, tehát olyan szempontból jó, hogy gyakorlatilag Aszód és Vác között van egy vasútvonal, és nem kell bemennetek a keletibe onnan átrolézni, a nyugatiba és nyugatiból kijönni. Bár nem tudom, hogy kik azok, akik Aszód és Vác között ingáznak, hiszen összesen ketten szálltunk le itt Vácon a vonatról. Úgyhogy még ez a fecskeinga is túlzás. De hát nézzük el nekik, mert ez még csak próba, tehát idővel ez ki fog derülni. Ugyanúgy, ahogy a Mátra Interrégió is, hogy beválik-e. Én azt gondolom, hogy a Mátra Interrégió is egy nagyon jó fejlesztés, hiszen nekem volt ismerősöm, aki Gyöngyösen lakott, és például mindig busszal tudott csak bejönni a Puskás Ferenc stadionig, vagy hogyha átszállt a vonatra, ugye ott Eger környékén, illetve nem Eger, mert nem tudom pontosan, lejjebb valahol. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt sokkal jobb, hogy van közvetlen vonat, bár azon is összesen utaztunk, vagy 14-en, a csatolt flörtön. Kicsikét túlzásnak tűnik, de higgyétek el, most olyan, mint hogyha eltűnt volna minden ember, mindenki a városban lenne, senki nem vonatozna ilyenkor. Tehát kedd van és napközben, úgyhogy nyilván ilyenkor végeznek még csak az emberek a munkával, az iskolával, és mindjárt megindul a csúcsforgalom.
Én köszönöm a figyelmet is, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett ez a videó, mindenképpen dobjatok rá egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, mert közel vagyunk már a 2000 feliratkozóhoz. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Nyomok egy kis rakit léget, most már van úgyis azzal jártam. De csak az, mert apumnál egéppen azt sut el. Nagyon vicces. De már jön, és akkor miért kell?